Dicsértessék a Jézus Krisztus, Hadász András atya vagyok, és őt már ismeritek, ő a Kikó. Hello, hello. Jó, nem sokan kérdeztétek, nem viszont sokan most jött ki a James Bond egyik, nem is, a James Bond legutóbbi filmje, a Nincs idő meghalni, Daniel Craig utolsó Bond mozia, úgyhogy most ezt a filmet veszük egy kicsit górcső alá. Aki meghal. Tehát, hogyha eddig nem láttad a filmet, és nem tudtad, hogy a végén meghal a csávó, akkor... Szóval akkor azt ne ezt jó, a videót tehát, nézd na, meg. De én arra számítok, hogy mire kijön ez a videó, mert mindenki megnézi, aki meg akarja nézni, nem? Így van. Kezdjük az elején. A film producerei ugye kitalálták, illetve a bondjogokat... A brokkoli család tulajdonképpen kitalálta, hogy a Marvel, illetve a DC univerzum nyomán a Bond filmeket is egy univerzumba szövik, és ezt... tulajdonképpen a Skyfall, Spectre és Nincs idő meghalni során meg is tették, és utána egy kicsit... Hát annyira nem sikerült, mint mondjuk az Avengers esetében. Igen, a bosszálók mellé nem tenném azért oda, de... De azért egy ügyes próbálkozás volt, főleg azért itt egy kicsit a gombhoz varták a kabátot, hiszen már kijött két Craig film, ugye a Casino Royale, illetve a Quantum Change, és akkor utána, jaj, akkor egyébként ezt a kettőt is valahogy szuszakoljuk bele az univerzumba. De hogyha ezt a két filmet lehántjuk róla, és magát ezt a hármas, tehát tulajdonképpen trilógiát nézzük, akkor szerintem egy nagyon izgalmas film sorozatot kapunk, aminek patetikus és tényleg heroikus a lezárása, hiszen Bond meghal, feláldozza magát a világért. Igen, én kevésbé vagyok fanatikus a Bond filmekkel kapcsolatban, de megértem, hogyha valaki nagyon. Én egyszerűen csak a lövöldözős, üldözőses, kémjátszmás filmeket szeretem, ezért nézem mondjuk a Fekete listát és a Netflixen, vagy ilyesmi. Ez itt a reklámhelye. Egyetlen sorozat, amit néz az emberke. Egyetlen sorozat. Tehát, hogy nekem ez itt tetszik. Lövöldöznek, háztetőkön ugrándoznak, nem tudom, kiderülnek, ki áruló, ki nem áruló. Ezt úgy alapvetően szeretem. Tehát a két filmeket igen, szeretem. És egyébként ez a film, a Nincs idő meghalni, ez egy látványos film, bár egy picit nekem egyébként, hogyha belemegyünk már a kritika részébe, lassú volt. Tehát egy picit túl elmélázós, túl lassú néha úgy vártam, hogy na most már kezdődjön valami akció, már meg is gyanúsítottam a film készítőit, hogy igazából Andrei Tarkovsky rendezte ezt a filmet, aki visszatért a halottaiból. Egyszerűen tényleg néha ilyen, valaki jöjjön már meg valakit, ezt most pont egy pap szájából elég furcsa, de hogy legyen már egy kis akció, ezt akartam mondani. Már érted, miért szálltam vissza a játékba? Én ennyire nem voltam akció központú, nekem nagyon tetszett az emberi dráma. Szerintem nagyon izgalmas, ahogy Bondnak a múltját, illetve a jelenlegi kapcsolatait is kezelte. Igen, de mondjuk a Daniel Craig, nem akarom bántani, de a színészi tehetsége. Szerintem itt volt a legjobb Bond, az az a bicepszénél megáll, tehát hogy így... Nem, sokkal érzőbb Daniel Craig korábbiak. Örül. Daniel Craig szerelmes. Daniel Craig üldözi a rossz fiúkat. A múlt nem halt meg. A múlt nem halt meg. A múlt nem halt meg. Nem feltétlenül értünk egyet. Ugyanúgy néz az imádott nőre, mint egy csomag bontott szafalátéra. Kanyarodjunk rá, hogy a film miként értelmezhető teológiai mezőben. Valaki hív. Én sem vagyok teljesen elragadtatva a filmtől, beszéljünk egy kicsit a filmről magáról. Az utolsó 20 perc számomra egy logikai agymenés. Teljesen mindenki... Mindenki elvesztette a józan eszét. Kezdjük ott, hogy Bond végre megtalálja a családját, ezt a kis kompániát be is mutatja a jövendőbeli Bondnak, erre még majd kitérünk. Rájön, hogy a kislány. Rájön, hogy a kislány szeme pont olyan, mint az övé. Szuper! Akkor innentől kezdve mindenki elhajózhatna a naplementébe, de nem. Bond bácsi visszamegy. Bond bácsi megy vissza, nem pedig az a nő, aki egyébként át akarja venni Bond helyét, nem. Ő szépen a női kompániával kihajózik. Miközben... Miért nem ő menti meg a világot? Miért nem ő menti meg a következő? Hát akarja menni Bond helyét, érted? Miért nem? Mindegy, nem gond. Ez azért kell, hogy Daniel Craig meghalhasson. Jó. Értem. Jó, okay. Csak nem logikus. Oké, kanyarodjunk vissza a főgonoszhoz. A főgonosz kezében Bond lányával szalad el, huhu, de gonosz, és nem azt csinálja, hogy pisztolyt szorít a fejéhez, és a főcímig meg se áll. Nem. Elengedi. És azt mondja, menjél nyugodtan a pucihoz. Ilyen nincs. Nincs ilyen főgonosz. Az egyetlen túszt, akivel sokban tudja tartani Bondot, elengedi. Úgy, hogy egyébként előtte zseniális ez a jelenet, ahogy Bondot megalázza. Bond lehajol, sőt, meghunyászkodik előtte. Elképesztő erős jelenet. Majd utána, menjél vissza a pucihoz. Mi van? Hagyjuk már. És akkor abba bele sem megyek, hogy itt van ez a szuperszónikus szovjet akármicsoda, amelyik
manuálisan nyitható. Nyilván. Nyilván. De akkor mitől záródik be? Ez csak önmagától bezáródik. A vágóasztalon maradt egy jelenet, ahogy érted a... Tehát nyitni csak manuálisan lehet, záródni... Automatikusan is megy. Meg a vágóasztalon maradt, amint Rami Malek... Nem tudok beszélni. A vágóasztalon maradt. A vágóasztalon maradt, amint Rami Malek rámászik valami gombra, és utána hirtelen, ami addig csak kézi vezérléssel működött, távvezérléssel is működik. Ha működik távvezérléssel, akkor Q miért nem tudja kinyitni? Szóval mi van? Igen. Adjuk. Éppként Rami Malek nem játszik rosszul, bár nekem a Queen filmben jobban tetszett. Nem véletlenül kapott érte Oscar-t. Igen. De azért egyébként még talán ő a legjobb ebben az egész filmben, mint színész. Hát illetve Christoph Waltz az abban a 8 perces jelenetben. Oké, de Christoph Waltz egyszerűen verhetetlen. Ő mondjuk mindenben jó. Ő a császár. James, a sors megint összehoz minket. Kanyarodjunk rá a film teológiájára. Hát, az van neki rendesen. Nagyon érdekes egyébként az utóbbi időben ugye elszaporodtak azok a filmek, amik egyrészt ilyen modern megváltás történetek, tehát tulajdonképpen a megváltás mozzanatát hozzák újra és újra. Ugye beszéltünk a Marvel univerzumról, ott is szuperhősök azok, akik önmagukat áldozzák, tehát nagyon konkrétan megváltás mozzanat van benne, amikor mondjuk Vasember... Én... vagyok... megmenti a világot, és akkor minden jó lesz, vagy egyáltalán ez, hogy a modern kornak a szuperhőse, ugye a Marvel univerzumban olyan vannak extra képességek is, de mondjuk egy James Bond filmben ugye nincsenek extra képességek, csak nagyon ügyes ütések, meg nem tudom, gyors futások, de itt is tulajdonképpen James Bond, amiről beszéltünk is, úgyhogy most már spoileren túl vagyunk, a végén az életét adja, feláldozza magát. Az egész világért. Az egész világért, tehát nem csak a családjáért, szeretetért meg a minden, de a családjáért is, de az egész világért is alapvetően. Tehát nyilván van ebben egy ilyen, ez nem baj egyébként, tehát ezt most nem úgy mondom, hogy kritika vagy ilyesmi, hanem inkább egy érdekesség, hogy az emberiséget, ez a megváltás mozzanat, ez 2000 év óta, vagy hát nem tudom, lehet, hogy előtte is, csak előtte még nem néztem filmeket, de 2000 év óta mindenképpen foglalkoztatja, és közben megérkezett a vacsora. Lemész a kajánkért, kérlek. Egy James Bond tulajdonképpen miben különbözik azoktól a rossz fiúktól, akiket üldöz? Ugyanazokat az eszközöket használja a célja elérésére. Gyilkol, kínoz, bármi ilyesmi, lopcsal, hazudik, megjátsza magát, színészkedik, átver embereket, stb. Tehát lényegében eszköztárában ugyanazt csinálja, mint a rossz fiúk, csak ugye őt szeretjük, mert úgy van felépítve a film, hogy őt kell szeretni, és nem Rami Malekkel kell azonosulni. A jó célért, azt szerint. Aki egyébként, tehát a Rami Malek ugye fel van építve, hogy ő kvázi ez neki ilyen személyes bosszú, mert hogy, mit tudom én, kiirtották a családját, és neki ez egy személyes trauma, személyes bosszú, de nem vele kezdesz el szimpatizálni, hogy mennyire nehéz gyerekkorra lehetett, amikor körülötte meghaltak a szülei, meg a testvérei, hanem a James Bonddal, akinek egyébként szintén nehéz élete volt, de egyébként ők ketten ugyanazt csinálják. Sőt, egyébként a Rami Maleknek van egy ilyen mozzanata, hogy ő például megmenti a Bondnak a későbbi csaját egyszer. Megmenti, jó, hát nem öli meg. Inkább ez talán a jó megfogalmazás. Bár hozzáteszem, hogy a kezdő jelenet az zseniális, az nagyon-nagyon erős. És az Olaszországban forgatott akciójelenetek is olyanok, hogy 10 pont. És Olaszország gyönyörű, de ez csak személyes. Matérán forgatták, hogy valami ott villog. Igen, mert a következő. Mekkora parasz! És megjött a kaja! Megváltás történetről beszélünk, de tulajdonképpen ez egy ilyen fals megváltás történet, hiszen ember hal meg emberért, ebből nem lesz világ megváltó dolog. Ugye Jézusnak a megváltása, csak hogy a teológiát hozzá tudjuk, azért volt érvényes, nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem azóta is, és azelőttre is visszamenőlegesen, mert ő az Isten fia. Tehát emberré kellett lennie, hogy megváltsa az emberiséget, de Istennek kellett lennie, hogy a megváltása egyetemesen érvényes legyen mindenkire. Ugye James Bond inkább, tehát a megváltás, ez nyilván egy kicsit túlzó kifejezés, megmentette a családját, meg megmentette azokat, akiket egyébként azokkal a mérgekkel megmérgeztek volna, amit ott egyébként leromboltak. Ugye ez a mozzanat, hogy ő ott megvárja a rakétákat, és akkor felrobban a mérgekkel együtt. Tehát, hogy az ő megváltása, az nem lesz egyetemes nyilvánvalóan, csak ezt azok kedvéért hangsúlyozom ki, akik esetleg ki akarnak, hogy a pap hogy beszélhet ilyeneket.
Ejtsünk még 2-3 szót arról, hogy miért akarják átadni ezt a szerepet egy női karakternek. Semmi szexizmus. All PC. Igyekszünk ennek maradni. 3 lányos apukaként azt gondolom, hogy nem mondhatok mást. Nagyon bírom a női akcióhősöket. Szerintem a Fekete Özvegy elképesztően profi, nagyon jó karakter. Én még Lara Croftot is bírtam, mind az Angelina Jolie és mind az Alicia Vikanderes feldolgozásban. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon ütős karakterek. Én sokkal több női hőst el tudnék képzelni. Akár vígjátékban, krimiben, bárhol. Én etéren abszolút támogatója vagyok az ilyen jellegű törekvéseknek. De szerintem vannak olyan szerepek, amelyek alapvetően férfira íródtak. És Bond karaktere ilyen. Én tudom, hogy rengeteg teória játszódik, hogy a 007 tulajdonképpen egy kódszám, és hogy akkor vannak folytatások, meg remékek. Ettől ez így teljesen okés. De ez egy férfi karakter, amihez hozzátartozik a smoking, a nyakkendő, a csajozás, viszkizés, vagy nem viszki! Egy száraz martinit. Már is, uram. Várjon! 3 egység Gordon, 1 egység vodka, 1 fél egység kinolil, rázza össze Jäger, és tegyen bele egy citromhéjat. Itt a végem! Lényeg a lényeg, ehhez hozzátartozik az italozás, hozzátartozik a nőzés, a vodka martini rázva, nem keverve, ezek mind ehhez a karakterhez tartoznak. Ez lehet női szerepben is. Kétségkívül így van felépítve kb. 50 éve, és mondjuk elég erős kanyar mondjuk egy női szerepre átírni. Én egyébként Kikónál megengedő vagyok, én inkább kíváncsian várom, hogy ebből mi lesz. Engem az egészben az zavart, hogy az a hölgy, aki játszott, nem volt elég erős. Tehát, hogy jó, én most nagyon kritikus vagyok a Bond filmmel, mert szerintem kb. Tényleg a Christoph Waltz az egyetlen jó színész ebben a társaságban, jó, még Rami Maleket tegyük oda, de hogy egyszerűen ez a hölgy, aki játszotta most az új 007-est, nagyon szintelen szaktalan alakítást nyújtott. Nem kapott játékidőt, nem is karakter kell. Ugye Daniel Craig-et lehet szeretni, vagy nem szeretni, de ő egy nagyon karakteres James Bond volt. És akkor még felsorolhatnánk Sean Connery-t, vagy az összes többit, akik valaha voltak. És ezek mind olyan karakterek voltak, akikért lelkesedtél, akik vitték a hátukon a filmet. Én ezt most nem látom az új színészben. Nem tudom, hogy ő vele lesz-e a következő. Engem nem is érdekel. James Bond film, de hogy nagyon nehéz elvinni. James Bond film így. Szerinted Bocs, James Bond film lenne? Jó, értem. De érted, ez a baj, hogy az Bond film, tehát érted? Okay. James Bond, akkor én nem Jamie Bond. Én szavazok neki egy lehetőséget, nem tudom, hogy vele akarják-e megcsinálni a következőt, de nagyon várok tőle egy akkora, hogy úgy jöjjek ki a moziból, hogy na igen, ez jó volt. Írjátok meg, hogy szerintetek ki lenne jó az új James Bondnak, jöhet kommentben minden javaslat, tipp, akár női szereplő, akár férfi szereplő, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Amúgy meg én erre is kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok arról, amivel most így akkor Kikóval nem értünk teljesen egyet, hogy lehet-e női James Bond? Várjuk a véleményeteket. Lehet-e női Gandalf? Jó, oké. Okay. Jöhetnek a kommentek, jöhetnek a vélemények. És még írjatok filmeket, hogy miket nézzünk meg, amiket eddig írtatok, tök jók, tehát lesz szó majd a Brian életéről is, minden ilyesmi. Nyilván hetente kb. Egy videóval tudunk kijönni, és nem minden héten a Deus Ex Cinema van, de mégis el fogunk jutni, amúgy is sokáig élünk. Így van, ráérünk. Szóval nagyon köszönjük, hogy néztek minket, örülünk, hogy vagytok, és nagyon fontos, hogy imádkozzatok értünk, és mi is imádkozunk értetek, és tök jó, hogy újra mehetünk moziba. Sziasztok! Sziasztok!